Nem szeretnék holnaptól zsandárként küzdeni, és ágyútöltelék sem akarok lenni. Ezt mondta a 168 órának Weisser Alinda, aki elképzelhető, hogy a szlovák közszolgálati médium magyar nyelvű adásánál folytatja pályafutását, de szívesen lenne akár politikus is. Úgy véli, a magyar közmédiában annyira nagy a politikai befolyás, hogy ha van is közszolgálati tartalom, azt már nehezen lehet észrevenni. A stúdióban Weisser Alinda. Jó estét, szervusz! Szia! Azt mondtad, mikor volt egy éve, hogy igazából te ma már nem lennél újságíró, ha most kellene döntened. Hát nem kezdeném el, ha most kellene elkezdeni. De nem. Azért ettől még szeretek újságíró lenni. De miért vagy... nem kezdenéd el? Mert nem látom benne a pályát. Mert azt látom, hogy egy teljesen szűkülő térben mozognak azok, akik az újságírás alapvetéseit, vagy hogy mondjam, szóval az alapvető szabályait megpróbálják betartani, és egyre kevésbé értékelt térben. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ma nem kezdeném el, vagy nem javasolnám azt 20 éveseknek, hogy kezdjék el, nem feltétlenül. De csinálnád? Mivel benne vagyok, csinálnám. Meg szerettem, tehát csinálnám. De, újra, de most elkezdeni nem kezdeném, ha 21 lennék mondjuk. Mi az, ami a legjobban zavar? Hát ez, amit mondok, hogy vannak alapelvek, amelyeket valahogy a magunkével tettünk, egy csomó ilyet el tudunk mondani, nem? Tehát, hogy megpróbálsz objektíven körüljárni témákat, az információidat megerősíteni több forrásból, ellenőrizni a hatalmat, ugye ezek teljesen ködbevesző elvek. És ez zavar a legjobban, hogy közben meg van egy területfoglalás, és egy csomóan nem tartják ezeket a szabályokat, de nem csak, hogy nem sikerül, hanem szándék sincsen tartani őket. Az egyensúly tartása mennyire nehéz? Mennyire volt nehéz neked az elmúlt években? Ugye van egyfajta nyomása az egyik oldalról, és ezzel szemben óhatatlanul van egy másik nyomás, hogy akkor te tartsd az egyensúlyt. Igen, szerintem a legnehezebb kérdés az egyre inkább az lett, hogy mit nevezünk objektívnek, vagy mitől lesz objektív újságíró. Ugye egy csomó ideig gondoltam azt, hogy az azt is jelenti, hogy egyet innen, egyet onnan meghallgatunk, ugye? Tehát ellenkező érveket és ellenérveket. És aztán egy idő után azt kezdtem gondolni, az objektivitás eltolódik, tehát már nem a BBC normái szerinti objektivitásról beszélünk, hiszen nem a BBC normái szerinti közéletben vagyunk, hanem egyre inkább az lesz az objektív, aki megtart bizonyos alapelveket, viszont ezek már nem az objektivitás skatujáját adják, hanem egész más skatujákat. És engem ez zavart a legjobban, hogy kit nevezünk objektívnek, vagy ez zavar, nem zavart, nem múlt idő. És a te kérdéseid objektívek. Kell-e neked törekedni arra, hogy valakivel szemben legalább te objektív legyél, ha már ő maga nem az? Aha, szerintem törekedni kell. Igen, én nem azt mondom, hogy minden kérdésem objektív volt, de azt állítom, hogy a törekvésem megvolt, hogy objektív legyen. És ez a fontos. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ezt nem engedik neked valahol? Á, nem. De hát ez is egy alapelv. Olyan helyzetben nem kerülhetek, hogy ne engedjék a saját kérdéseimet. Ugye vannak ezek a körök, amiket az ember eldönt. Az első kör, ennél az asztalnál azt kérdezel, amit akarsz. Ha nem így van, akkor elmész ettől az asztaltól. Kettes kör, a kollégáid, akikkel dolgozol, azok veled kooperálnak, és nem ellened dolgoznak, és nem cenzúrázni akarnak, hanem együtt akarnak valami jót csinálni. Hármas kör, a körülötted lévő műsorok mennyire teszik lehetővé, hogy a te elveid megvalósulhassanak, és mennyire vállalhatod azokat a műsorokat, amelyek körülötted vannak. Ez a legizgalmasabb kérdés ezek közül, igen. Mert a kollégáiddal még megvagy, de a, hát, környezeted, vagy, de a környezeted az már sokszor nélküled és tőled függetlenül működik. Igen, de hát ez a vállalás és nem vállalás kérdése, hogy vállalsz a szerepet egy olyan környezetben, amely környezet ízlésed ellen való. Na, én azt ehhez gondolom, képest hogy nem. Mondod azt, hogy akár hajlandó lennél a politikai pályára is. Hát ez lehet, hogy egy játék csak a gondolatokkal, de azért csak kimondtad. Kimondtam, de hát kimondhattam volna 18 évesen is, persze. Jó, csak akkor nincs súlya. 18 most évesen nagyobb súlya. Azt mondta az ember, amit akarsz. Igen. Ugye, egyelőre nem gondoltam rá, hogy most azonnal politikus legyek, de valóban eljátszom ezzel a gondolattal időről időre. És nyilván ebben az is benne van, hogy ugyanazt a problémát látom a saját területemen, mondjuk a kultúra, vagy a kulturális közéleti újságírás, meg a politika területén, hogy nincsen nyelve kilépni valamiből, amiben beszorította magát. Nincsen nyelve kilépni és sokakat megszólítani. És ez ugyanaz a probléma, mert ha belegondolsz, ugyanannak a 100-200 ezer embernek beszélsz kultúráról, mint ahány 100-200 ezer emberhez mondjuk eljutnak bizonyos politikai gondolatok. Nem biztos, hogy ugyanaz a 100-200 ezerhez. Nem biztos, hogy ugyanaz, de ugyanolyan szűk közeg. Tehát, hogy nincsen meg a nyelve ahhoz, hogy kilépjen
ebből a szűk közegből, és ilyen értelemben én abszolút látok párhuzamosságokat. De az ellenzéki politizálásnak például szintén nincs sokkal több lehetősége, mint egy kulturális újságírónak megszólítani igen, a nagyobb igen. tömeget. Ezért mondom, hogy nem is kell most nem kell politikába beleszállni. Játszani kell a gondolattal, meg felkészültnek maradni, meg sokat gondolkodni struktúrákról, meg sokat beszélgetni azokról. Ezt újságíróként is megteltem egyébként, és szívesen tenném, mert pillanat nincs hol, de egyébként szívesen tenném, de politikusként meg nyilván muszáj ezt megtenni. Tehát csak azt állítom, hogy azért van itt egy határ, amit ha az ember átlép, akkor persze nincs visszalépés, ebben egészen biztos vagyok. Egyelőre nem akarom átlépni ezt a határt, azért ezt szögezzük le, és ezt én mindenhol elmondtam, hogy egyelőre nem. De ez egy éles de határ? Gondolkodom. Az újságíró és a politikus közötti határvonal az egy éles, egy széles vonal? Egy elmosódó határ, de ez ugyanaz a tendencia, mint hogy az újságírói alapelveket is elkezdjük elkenni, vagy elkezdik sokan elkenni. Én azt gondolom továbbra is, hogy ez egy éles határ. De látsz még politikai alapelveket, amik érvényesek? Ezt nem tudom, de azt tudom, hogy ha egyszer beszállsz a politikába, soha többet nem mehetsz vissza újságírónak. Ez egy olyan alapvetés szerintem, amit természetesen sokan elmostak az utóbbi időben. De én ezt például nagyon komolyan gondolom. Ha egyszer abba beszállsz, akkor ne akarj utána újságíróként tetszelegni, mert ez egy más műfaj. Ezért nem akarsz igazán most beszállni, mert még van dolgod újságíróként? Van, vagy azért, mert nem látod a terepet a politizálásra? Nem, mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz, de alapvetően van dolgom újságíróként. A világ jobb felén szerintem nekem nem kéne arról gondolkodnom, hogy most akkor átlépjem ezt a határt, vagy ne lépjem át, mert lenne még egy csomó lehetőség, amivel élni szeretnék, és nem akarnám átlépni, meg se fordulna a fejemben. Csak mi a világ olyan felén vagyunk, ahol a lehetőségek nem bővülnek, hanem szűkülnek, pont akkor, amikor így szakmailag egy ilyen nagyon, nagyon jó életkorban, vagy én abban vagyok szerintem most, hogy már nem kezdő, de még nem idős, de szóval, hogy egy ilyen pont jó élet, de hát a lehetőségek beszűkülnek, és ezért kezd el az ember gondolkodni azon, hogy jó, hogyan tehet azért, amit gondol a világról. Volt benned a Hír TV után, az ott eltelt 3 hónap, valahogyan érzés, hogy mi lesz veled? Mindig van tehát, ilyen hogy, érzés. Tehát, hogy valóban az a gyomrot összeszorító érzés jön, és most mi lesz? Hát volt ilyen, de a köztévé után is volt ilyen, amikor onnan kirúgtak, szóval most már elég rutinos kirúgott vagyok. Tehát most nem fogtam fel olyan drámaian. De hát persze, hogy van. Hát hova tovább? Mit lehet kezdeni azzal, amit tudok? Hol kell még az, amit tudok? Nagyon sok gondolkodás van benne. És lehet, hogy nem Magyarországon, hanem Szlovákiában kell? Még az is lehet. Ez a történet, ez miről mesélsz? Hát ez a történet egyelőre annyi, amennyit tudsz róla, hogy volt egy érdeklődés, én erre mondtam valamit, akkor elkezdtünk beszélgetni, találkozni. Ez a dolog egyelőre itt tart, és nem is akarok nagyon sokat beszélni róla, mert nem akarok ilyen lépéskényszert előállítani, tehát én nem akarom, hogy bárki úgy érezze, hogy neki most már muszáj lépnie, mert sosincs ilyen. De ha egyszer csak úgy alakul, akkor kialakultak személyes szimpátiák, szóval hogy működne ennyi. És egy jó közeg. Kialakult a szakmán körül, nekem erre nyilván van válaszom, de kedves nézőknek nyilván nem kell tudniuk. Kialakult a szakmán körül egy olyan közeg, ami mondjuk fent tud tartani téged, mint aki ennek a szakmának egyik jeles személye? Nem tehát tudom. Könyvkiadók, a publicisztikai lehetőségek, a pódium lehetőségek, színházi világ. Ilyen értem, van egy igen. ilyen fenntartó háló? Van egy ilyen holdudvar, és ebből a szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert szerintem politikai újságíróként nehezebb ez a boldogulás. De kulturális újságíróként nagyon sok lehetőség van még. Hát arról nem is beszélve, hogy azért ott van egy internetnek nevezett őrület, ahol nagyon-nagyon sok tartalom keletkezik most is, és nagyon sok tartalomra van szükség, és egyre inkább az interneten néz mindenki mindent. Tehát, hogy a te műsoraidat is, én tök sokszor az interneten nézem vissza, tehát nem élőben, hanem már sokkal rugalmasabban kezeljük az időt. Két gyerekes családanyaként ilyenkor nincs is időt, gondolom, hát igazán tévét nézni. Igen, nem pont tévézni szoktam ilyenkor. Szóval, hogy ráadásul van egy ilyen őrületes lehetőség, amivel lehet tudni élni. És ebből a szempontból még szerencsés is vagyok, mert hogy nem az interneten kell felépítenem, hogy én ki vagyok, hanem az tulajdonképpen már így megvan, hogy ki vagyok, azt át kell tenni. Mondhatod, hogy szerencsésebb vagy kulturális újságíróként, mint a politikai újságíró, de téged azért elég keményen elkönyveltek a kultúrán túl politizáló vagy politikai újságírónak. Ez pedig is. Ez nem igaz, én közéleti kérdésekkel foglalkoztam mindig. Soha politikussal, direkt nem. Tehát, hogy
teljesen távol tartottam magam, amennyire lehet. De azt meg gondolom, hogy a kortárs kultúra reflektál a közéleti kérdésekre. Egy csomó színpadi előadásban benne van, egy csomó filmben vannak kiszólások, utalások, egy csomó irodalmi műben van valamiféle aktualitás. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, hogy egy gondolkodó ember, akinek a fő profilja az, hogy a kultúrában mozog, az közben reflektál arra, ami körülötte történik. Azt tartom természetellenesnek, ha valaki ezt teljesen távol tartja magától, mert ez nem igaz, az félelem. Hát meg nem is arról beszél, ami a kérdés igazából, mondjuk egy előadás kapcsán. Hát igen. Te tanítottál. Ugye? Igen, igen. Ma, ha beszabadulnál 20 éves újságíró tanoncok közé, mit mondanál? Képzeld, hogy nem akarok most beszabadulni. Azt én értem. Most sokkal több a csalódottság bennem, mint amennyit szeretnék 20 éveseknek átadni. Hát most nehéz lenne, mert nyilván csak arról beszélnék, amit én szakmailag fontosnak tartok. Aztán az nem tudom, hogy azzal lehet-e érvényesülni, vagy inkább tudom, hogy azzal most kevésbé. És aztán biztos borzasztó csalódott lennék, amikor bizonyos sajtóorgánumoknál látnám viszont ezeket a srácokat, mert nekem nagyon sok fiatalabbal, most nem mondom, hogy gyereke, de most már mondhatnám akár, de hogy egy csomó fiatalabb megmaradt a kapcsolatom. És akkor örömmel látom, amikor valami nagyon izgalmasba kezdenek, meg jó úton járnak, és fájdalommal, amikor nem. Tehát ez még biztos meg is viselne ráadásul. Most olyan sok jót nem tudnék mondani, nyilván tudnék mutatni jó példákat, de valószínűleg sokkal több rosszat tudnék mutatni, mint jót. Az fel sem merült, ilyen utaltam rá, hogy van két gyermeked. Fel sem merült egy kicsit otthon, hogy hagyjuk ezt az egészet a csodába. Most szusszanok egy nagyot, és akkor most csak a gyerekek, mondjuk. Aha, hát nem. Nem így működsz? Nem így működsz? Szuper dolog a gyerekekkel lenni, és egyszerűen pihenésként élem meg, amikor dolgozom. És furcsa, ez átalakul. Tehát amikor fellépek, amikor interjú van, forgatás van, ez egy olyan dolog, és szerintem te is így látod, hogy ez az identitásod része. Tehát ha meg kell határozni, ki vagy te, Rónai Egon, ha meg kell határozni, ki vagyok én, Weisser Alinda, akkor biztos beszélek arról, hogy hány éves vagyok, honnan jövök és ki a családom, de ott lesz az első 5 vagy 3 mondatban az, hogy egyébként pedig egy kérdező vagyok, aki nagyon szeret kérdezni, és nagyon szeret foglalkozni azzal, amivel foglalkozott. Máshogy nem lehet ennyi időn át, meg nem lehet ennyi munkát beletenni. Szóval ez az identitásom része, pont annyira, mint hogy 2 gyerekes anyuka vagyok. Tudod, milyen jó, hogy nem csak az a jó, hogy kérdezel, hanem téged kérdezni is jó. Tényleg? Aha. Hát ennek nagyon örülök, Egon. Ez köszönöm. Jó, már megérte jönni. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm.